Igen, ez egy zongora. És egy zongorista. Egy hozzávaló zongorista. Körülbelül akkor a zongorista vagyok, minden akkor a zongora. A szerelem most is csak pihenni térbe, hogy meg se ágyasz, csak díványra plépbe, és rögtön elalszol, felébredsz, nincsen, nincsen, elalszol, megint felébredsz, nincsen. Én nem jönnek, akartam látni, hogy bennem kószál, hogy a bérlőnában nem hívom, sehogy te folyton becézem, nincs közöm hozzá, és úgy a társam. Vagy a szerelem olyan, hogy folyton tolakszik, azt hajtogatja, nem vagyok a gazdája. A junior primadíjas Vecsei H. Miklós színész rendező író szívesen kacsingat a színház határterületei felé. Izgatja ez az átmenet a világok között. Legyen a zene, vers, képzőművészet, előadóiest, bármi, ami belefér. Így aztán örömest lép fel Beck Zoltánnal közös színpadon, ahol énekelnek, beszélnek, zenélnek interaktív módon, miközben kitárják világukat, történeteiket a publikum előtt. De ez nem jelenti azt, hogy az ember máshol is barátokat talál, vagy talál olyan embereket, akik arra néznek, amerre ő. És nekem van pár ember az életemben, akivel együtt lenni mindig flow élmény az első pillanattól az utolsóig, hogy nincsenek üres járatok, és van valami alaphang, ami a Jóisten tudja, hogy mi, de hálát adok érte, hogy van ilyen. És nekem ilyen az Oli barátsága is, és azt is szeretem, hogy nincsen egymás felé semmilyen előkoncepciónk soha, hanem én azt érzem, hogy teljesen szabad tudok lenni az ő környezetébe, minden hülyeségemet meg tudom neki vallani, és van is bennem egy ilyen igény, hogy ahol lehet, lebuktassa magamat, mert én egy ilyen jó keresztény családból származom, ahol ebből hiány van, és nem a családomban, nem csak a családomban, hanem ebben a kultúrkörben, és ez jó, hogy tudjuk húzni egymást és magunkat, mert ez a kis botladozás, amiből összeáll az életünk, meg a barátságunk, meg minden, ami fontos nekünk, ez nekem színház érvényű, és ezért nem tudtuk pontosan, hogy mi lesz a formája annak, amit mi csinálunk, de a jelentése az ez. És mondom, hogy hát én megnyitnám a jegyemet, csak ugye nincs internet a vonalon. Azt mondja, ne ahogy van wifi. Már wifi. Persze hozzájárulok mindenhez, amit szeretnének. Azt mondja, hogy van wifi, csak nincs ereje. A Kártyajáték című előadás során a lapokon egy-egy szó, félmondat olvasható, valami, ami talán az életfordulókat jelöli, vagy csak hangulatot, metaforákat, címeket. A kártyát a közönség húzza ki, a lapokhoz történetek, versek, dalok, személyes élettörténetek kapcsolódnak. Felmerül a kérdés, vajon lehet-e előre próbálni a művészeknek? Dalokat elpróbálunk, amik szóba jöhetnek, de általában azt jöttünk, hogy lepróbálunk egy dalt egy órán keresztül, és aztán nem jön bele a játékba. Tehát szerintem ez teljesen improvizatív alapvetően, mert én nem készültem semmivel, csak a koncentrációmmal, meg az őszinteségemmel, meg vannak történetek, amik egy nem improvizatív része van az előadásnak, hogy vannak olyan dolgok az életemben, ami, hogyha megtörténik velem, akkor első dolgom lenne, hogy felhívom a Zolit és elmesélem neki, vagy tanácsot kérek, de így ezeket mindig csak felírom, és az előadáson mondom el neki, vagy kérdezem meg tőle, és nyilván minél hosszabb idő telik el két előadás között, annál érdekesebb az, hogy mik azok a dolgok, amiket nem mondtam el. Játszottunk valahol, és a Vasi kitalálta akkor is, hogy vonattal jön. Ami ugye azt jelenti, hogy én autóval megyek, ő vonattal jön, tehát minden, ami nem vonattal megközelíthető, az én autóval történik. Ami egyébként szuper. Meg minden tulajdonképpen. És akkor így, aztán viszont az előadás úgy ért véget, hogy abban a városban, ahol játszottunk, már nem érte el a vonatot, amelyik ment. Ellenben, ha nagyon hajtottam, akkor kinéztük, hogy hol Szőregen, vagy nem tudom, hol valahol. Szóval valahova, hogyha elhajtunk, és gyorsabb vagyok, mint a vonat, akkor
akkor ott pont fel tud pattanni majd, ha megtaláljuk azon a településen a vasútállomást. A két férfi alkotói barátságban van, több közös munkájuk van, szívesen töltik együtt az időt, gondolkodnak a világ dolgairól. A kártyajáték egy ilyen nyilvános gondolkodás. Ellökném magunktól a színházi akaratot is, és a zenei akaratot is, mert hogy ez alapvetően nem zenei improvizáció, és nem színházi improvizáció. Azt csinálják mások, és nagyon professzionálisan. Minket tulajdonképpen valami, így mondhatnám talán, hogy valami nagyon intim, valami nagyon privát érdekel, az izgat bennünket, hogy ezt a nagyon intimet, vagy nagyon privátot milyen érvényességgel lehet fölrakni a színpadra mindenféle szenírozás nélkül. Tehát abban a pillanatban, amikor jött ez a nagyon kell sietnünk, hogy elérjük a vonatot egy másik településen, akkor abból a, hogy mondjam, a sietés nagyon pontos színpadi lejelöléseit csinálta meg, de egyébként nem haladtunk. Ezt az egészet ők találták ki, de úgy tűnik, mintha mégis magukat akarnák végletesen sarokba szorítani, mondja Beck Zoli. Azt képzelték, ha ezt a sarokba szorítást nem vállalják be, akkor ezzel egy lényeges kockázati elemet kivesznek a műsorból, és lesz benne valami nagyon arrogáns. Az a nagyon arrogáns az az, hogy ez nem a celebritások műsora, amelyben a celebek érdekesebb dolgokat mesélnek, mert nem a dolog érdekesebb, hanem ők maguk, és ezt el is hiszik magukról. Szóval, hogy nem ez van a fejünkben. A fejünkben az van, hogy nekünk ezekre a kártyákra valahogyan reagálni kell. És reményeink szerint az előadás java részében érvényes annyira az, ahogyan reagálunk rá, hogy ez a közönség számára jelentsen valamit. Jelentsen valamit azon túl, hogy éppen ez a két ember ül ott, és éppen ez a két ember beszélget. Ha ez így van, akkor jó, ha nincs így, és biztos vannak és lesznek kártyák, vagy az előadásnak szakaszai, amik kevésbé sikerülnek. De ugye tulajdonképp nincs ilyen sikerülés, vagy nem sikerülés. Lehet, hogy lesznek olyanok, amikkel kevésbé lehet azonosulni, kevésbé tetsző, kevésbé kreatív, ilyesmi. Szóval, hogy alapvetően ez a helyzet, de nem tud rosszul sikerülni olyan értelemben, hogy mindig azt tud sikerülni, ami éppen ott van. És ha ez az éppen ott van, nem a legerőteljesebb és a nem legátütőbb, akkor ez ami éppen ott vanunk. Zoli, amikor most játszok először Pécsen ezt az előadást, de már 60 valahányszor játszottuk más helyeken, és a Zoli sokszor azt csinálja, hogy hamarabb ír oda, mint én, és addig ír egy verset arról a falunról, a városról, ahol éppen játszunk. És akkor én mert szoktam sétálni, akkor már várom. Minden alkalommal, amikor ezzel a produkcióval fellépnek, teljesen új a történetük, hiszen mindig mást húz ki a közönség, és a korábban kihúzott lapokat már nem teszik vissza a következő előadás alkalmával. Mi most itt játszunk valahogyan, és ezt megmutatjuk. De abban bízunk, hogy az emberek egyébként, még ha egyetlen szavunk se fontos, vagy erőteljes, vagy lényegi, akkor is talán azzal a tapasztalattal tudnak hazamenni, hogyha két ilyen hülye kiállt, és itten föltette ezt a privát terét elénk, 300-400 ember elé, akkor miért ne tehetném ezt meg éppenséggel otthon? Vagy miért ne tehetném ezt meg éppenséggel, ha tükörben nézek? Szóval, hogy játszhatom-e otthon a magam kártyajátékát, hogy leülünk és előszedjük a kártyát és kirakjuk. És azt mondjuk, nem uralom a beszélgetést, nem akarom irányítani, nem akarom tematizálni, hanem azt mondom, figyelj, most erről kell beszélnünk. Mi jut erről eszedbe? Mutasd meg valamit magadból, amit eddig még nem mutattál meg. Igazából ez a játszmánk. Szóval, ha le akarom egyszerűsíteni, és azt mondom, hogy ebben van mondjuk küldetés, de nem nagyon van, csak hogyha ezt egy küldetéses olvasatot akarok produkálni, akkor azt mondom, hogy a kártyajáték az tulajdonképp annyit hirdet, hogy az emberek közötti valódi kapcsolat az nem tud kockázatmentes lenni, és nem lehet hamis. Az egyiken sapka és úgy szaladva, a könnyű kabátot a szél viszi, folyja.
arról álmodnak, hogy szeretni fogják őket, mert egyiknek sincsen még fiúja. Hogy szeretnének szeretve lenni, ahogy szeretnék, de az tényleg nem lehet. Én sem tudom, hogy szeretnék lenni, szeretve látom.